életet eldöntöttek, és hát köszöntöm a saját dolgozóinkat is. Ezen túlmenőleg a NEFAU, az ERT részéről szeretném köszönteni Poklács Tibor urat, Török Gábor urat, telefonál, és Horváth Erdő tanár urat, Erdő pedagógus, aki nyugdíjas éveit, napjait tölti, és hát ugye erre a kis rendezvényünkre elhozta a kis csapadát, és hát részt vesz ő is ezen a rendezvényen. Tehát a következő szeretném megkérni itt a tiszafüredi katolikus iskola tanulóit, hogy a kis műsorukat számunkra. Aranyosi Ervin verse az erdőről. Óvd és védd az erdőt, őrizd minden árát, szeress sejmes hűvét, csókol sok virágát. Élvezd a szépségét, legyen a jó gazdája, ne engedd senkinek meg azt, hogy kíváncsi. Tud, az erdő otthon, szép állatok lakják, távolról figyelj csak, mikor fészkük rakják. Utódok nevelnek, ülőt építenek, napról napra élnek, álmot szépítenek. Itt kószálnak köztünk, szepítve világunk, s ha szeretjük őket, jobb emberré válunk. A zajos világból jó ide bejönni, élőnk közelében új álmot a szőn. Tanuld meg az erdőt, tisztelni, csodálni, segítenek néked, jobb emberré válni. Hogy ez az erdő fennmaradjon szépen, üde színfont tegyen a falu szívében. Sétálj ki az erdőt, hogy reálisson, hogy az itt töltött perc örök maradhasson. Írd le, amit gondolsz, mint lelkeddel érzed, amit papírra vetsz, hidd el, sosem vészted. Legyen vers vagy próza, ami neked tetszik, a szép gondolattól a lélek melegszik. Tanítsd meg másoknak, hogyan kéne élni, hogy ne legyen oka az erdőnek félni. Dicsérd az életet, lásd meg minden pályát, szeretettel tiszteld erdő minden fáját. Tartsd tisztán, szemed ne hajgáld széllyel, nappal csodáld létét, s hagyd aludni éjjel. Ha az erdőre te is majd vigyázol, lesz, hol megpihenhess hely, mely lelket ápol. Légy figyelmes őre, óvja szeretettel, mert az utókornak is tartozol ezzel. Nagyon szépen köszönjük a előadást, és akkor megkérném Tibort, hogy a NEFAU részvénytársaság nevében köszöntse a rendezvényünket. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az itt megjelent hölgyeket, urakat, fiatalokat is. Örömmel látom, hogy a következő generációnak is nagy érdeklődése van az erdők iránt. Koklács Tibor lennék, a NEFAU ZRT szolnoki erdészetének felhasználati ágazat vezetője. Még sajnos 4. hónapja dolgozok itt a cégnél, és sajnos még nem sikerült nekem se kérdítem az arborétumba, így nekem is újdonság lesz majd Ernő bátyámmal, én is végig megyek itt a tanösvényen. Ugye már 20. alkalommal rendezik meg Magyarországon az Országos Erdészeti Egyesület főszervezésével az Erdők Hete országos rendezvény sorozatot. Erről szeretnék egy pár szót szólni. Az Erdők Hete rendezvény sorozat már 20. alkalommal várja a látogatókat, kicsiket és nagyokat egyaránt. Idén 2016. október 3. és 9-e között szert Magyarország erdeiben. Az Országos Erdészeti Egyesület által kezdeményezés az idén mintegy 50 helyszínen, közel 150 programmal hívja az erdőt, szerető embereket a természetben. Fedezd fel az erdőt az erdészekkel. Az Erdők Hete jelmondata jól összefoglalja
az 1997 óta rendszeresen megszervezett program fő célját. A rendezvénysorozat a Magyarország területének 1/5 borító erdőállomány páratlan gazdagságát, közjóléti és a nemzeti vagyonban betöltött szerepét hivatott megismertetni a legszélesebb nyilvánossággal. Felfedezni való pedig bőven akad, hiszen 2010 óta csak a 22 magyar állami erdőgazdaság több mint 15 milliárd forintot fordított közjóléti és turisztikai fejlesztésekre. 52 kilátót, 66 darab szálláshelyet, 29 erdélyiskolát, több mint 160 erdei kiránduló és pihenőhelyet alakítottak ki, vagy újítottak fel. Emellett több magánerdészet és erdei iskolákat, kirándulóközpontokat, tanösvényeket létesített a Magánerdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének október 1-i nagy rendezvénye pedig kiemelten foglalkozik a környezeti nevelés témájával. A 20. Erdőkete rendezvénysorozaton a vezetett túrák, terepi foglalkozások, játékos vetélkedők mellett erdélyi koncertek, sportversenyek, erdélyi nyílt napok színesítik a program kínálatot. Mindezt a hazai erdőket legjobban ismerő szakemberek, a magyar erdészek osztják meg örömmel az érdeklődőkkel. A foglalkozások a legtöbb helyszínen az erdészeti iskolák oktatási programjára épülnek, ahol kicsik és nagyok az egész család játékosan ismerkedhet közös kincsünk a magyar erdők világával. A korábbi évek hagyománya és sikeres szervezése alapján az Országos Erdészeti Egyesület, amely idén ünnepli alapításának 150. évfordulóján a Földművelésügyi Miniszter felkérésére szervezőként működik közre az esemény sorozat koordinálásában. Bízok benne, hogy mindenki megtalálja a mai nap azt a programot, amivel még jobban el tud mélyülni az erdő kincsestárába. Ebben nagy segítségünk lesz, hogy nem csak a szemmel és kézzel foghatóan itt az arborétum növényvilágát ismerhetjük meg, hanem köszönhetően Zsókánknak további csodálatos természeti fotókkal készült nekünk, amihez akkor én át is adnám neki a szót. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a megtiszteltetést, hogy ilyen sokan eljöttetek, vagy eljöttek a kiállításomra. Többször volt már kiállításom, de még ilyen szintű nem, és nem igazán vagyok a szavak embere, tehát én inkább a kamera túloldalán szeretek állni, nem kamera közelben. Hát nem is tudok mit mondani, kicsit meg is vagyok hatódva. Én azt mondom, hogy inkább beszéljenek a képeim helyett. Köszönöm szépen, hogy eljöttem. Nézd, hátra világot a természetjel volt a nevében, ugyanis mondjam azt, hogy évek óta járvelék természetjel a tudnakat, ahogy vagyok, és közösen járjuk a természetet. Fotókat ugyan el tudok készíteni, én csak a véleményező vagyok, mikor jó, mikor kevésbé jó. Néhány szót a tetni papírról szeretnék mondani. Először is köszöntöm a jelenlévőket, különösen a ünnepelőket, hanem a főszervezőket. Mondjuk úgy, hogy a honlapverényi természetjárók, egyek lánya, hát fáradhatatlanul járja az erdőt. Az erdő dugás, mikor megcsapja a fülét, előveszi a hátizsákot, fölszerelik, és fáradhatatlanul megy az erdőn keresztül, és csinálja a jó-nál-jobb felvételeket. A természetjárással, hogy úgy mondjam, megfertőződött már a nagyszüleitől és a tüleitől, sikerült beoltani a természet szeretetét és a hozzá alkalmazkodást. Ismer minden növényt, virágot és annak termését, és így ezen keresztül elfogadják a hírmondó szajkó, a holló csendbe marad. Mikor készül a felvétel, ő mindig a jóra törekszik, és a csúcsra, holott a vártnak fotózza a lefelé rohanó patakot, amelyik a völgy irányába halad. Fent a sziklákról a termékeny talaj felé, hát
árzsóka termék, egy talaj, itt van a példa, a rengeteg fotó, ez néhány százaléka csak annak, ami elkészül, és remélem még nagyon sokáig több évtizedekig köztünk marad, és idős koromra, a deres koromra megpróbálok vele együtt járni a természetbe, és sok jó egészséget, és további szorgalmat és kitartást. Köszönöm, ennyit szerettem volna. Szóra még én is jönnék, és a Lefok ZRT nevében szeretném én is mindannyiunk nevében megköszönni ezt a lehetőséget.